hiszen most a maga megmutatására is, hogy jól emlékszem-e, kikértem, hogy így nálam egyik költöttünk az iskolába, a hovodába, a kollégiumba. Több mint 400 volt. Azt gondolom, hogy nem azt mutatja, hogy a város nem törődne az iskolájába elsősorban, hogy tudod, akik most nem értek és akik a szempontból, mert nem lennek általában a fenntartásba. De bármilyen rendszerben működnek kormányzati vagy közigazgatási szempontból az iskolák, mindenképp mit vesznek Nyíregyházán, az itt élő embereknek a gyerekeket tanítják, itt élő emberek végzik az oktatás, nevelés és az egyéb működésre szükséges feladatokat. Tehát én azt gondolom, hogy a mindenkori önkormányzatnak alapvető feladata és felelőssége, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a legjobb módon működjön.